A gyég égőről emlékezem mostan. Ha tulajdonképpen azt hiszem, a mi nemzedékünknek a legnagyobb érdeme az, hogy kíváncsiak voltunk. És ez most az internet korában egészen másképp alakul. Tehát ez a kíváncsiság kezd megszűnni, mert azt mondják, hogy hát mi valami kell, akkor utána nézek az interneten. Tehát felhőben tároljuk a dolgokat, és nem itt meg itt szól. De mi egyszerűen céltalanul voltunk kíváncsiak, tehát nem volt racionális oka annak, hát nem mondjuk én, mint vegyész, meg restaurátor, minden. Egyáltalán nem, csak valami kényszerített bennünket. Szép piros hajnalban két fekete holló száll az ablakra, Réka ablakára. A királyné kérdé, miért jöve hozzám két fekete holló. Az egyik holló. Halál van a házban. Mond a másik holló. Halál van a házban. Tehát én tulajdonképpen restauráltam később is, csak zenét restauráltam. Ez így van, és pontosan átvittem azt az izgalmat, amit én azért kézműves oldalról nehezen tudtam volna megvalósítani, mert nem értettem annyira azért a dolgokhoz, mint egy restaurátor. Viszont a zenében bátor voltam, és bátrak voltunk, tehát nem kötött bennünket olyan sok minden, mint egy tanult zenész. Oda megyen, oda, a legkisebb fia, Csaba király úrfi, s elfogad a sírva. Apám, édesapám, szóljon, ugye József Attila azt mondja, hogy hörpincs valódi világot habzó éggel a tetején. Ugye mi a valódi? Tehát az már nem tudjuk, hogy mi volt a valódi, de úgy gondolom, hogy jogunk van ahhoz, hogy föltámasszunk valamit, mint ahogy Monteverdiék is jogot formáltak arra, hogy megcsinálják az ókori énekmondást. Ugye ez ők váltik, hitték, hogy amit ők csinálnak, az úgy volt az ókorban is kész. Ez tényleg így van, hogy az érzelmi világa az egésznek az tulajdonképpen egységes. Tehát az az akarat, az a szándék, amit át akar adni egy énekmondó, az a kétségbe esett szándék, hogy most rám van bízva a népemnek a jövője, mert hogyha én ezt nem mondom el, akkor valami örökre elvész. Isten ostoráról, Attila királyról.